A megye 11 másik települése mellett Gyula sikerrel pályázott a belügyminisztériumnál belterületi utak felújítására. A hétfő délutáni sajtótájékoztatón elhangzott, önkormányzati tulajdonú épületek korszerűsítése mellett utak, járdák felújítására lehetett pályázni. A fürdőváros az utóbbi kategóriában nyújtotta be a szükséges dokumentációt. Közel 30 millió forint értékben támogatja a gyulai önkormányzatot a belügyminisztérium az út felújításban, illetve az útjavításban. Ez nem nagyon hosszú útszakaszoknak a felújítására elegendő összeg, így a város olyan határozatot hozott, hogy két utca részt a Kálvin utcának a Tomcsányi utca és Nagyváradi út közötti részének a felújítását fogja ebből megvalósítani, illetve a Dob utcának a középső sáv részét, amely a közlekedés biztosítja, mert két oldalon parkolók vannak. Görgényi Ernő polgármester hangsúlyozta, nem feledkeztek meg a rosszabb állapotú gyűjtő utak felújításáról sem, azonban ennél a pályázatnál nem volt lehetőség arra, hogy a Tiborc vagy az Eminescu utca több 100 millió forintos korszerűsítéséhez szükséges forrásokat elnyerjék. A településen idén 41 helyen 53 millió forintból végeznek el kisebb-nagyobb út- és járdafelújításokat. Ehhez jön a most pályázaton elnyert 29 millió és az ahhoz társított 5 milliós önerő. Áttekintettük a pályázati kiírás tükrében azokat az utakat, amik rossz állapotúak, van jó néhány ebben a városban ilyen, de amelyek megfelelnek a pályázati kiírásnak, alapvetően gyűjtő utakat néztünk, és azt, hogy melynek a felújítása fér bele abba a költségbe, amelyet elnyerhetünk. Ebből a szempontból kizárásos alapon a Kálvin utcának a mögöttem látható szakasza, a Tomcsányi és a Nagyvárad út közötti szakasza, valamint a Dob utca teljes szakasza közlekedőség felújítása fért bele. Ezek azok a költségek, amiket a pályázat segítségével és több mint 5 millió forint önerő biztosításával tudunk finanszírozni. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lefolytatása után várhatóan ősszel kezdődnek, és még idén befejeződnek.